Nőtt a szabadtéri tüzek száma 2022-ben, 74%-kal több riasztás érkezett a katasztrófavédelemhez a vármegyében, mint egy évvel korábban. Gyérítés, több mint 300 hektár területen végeznek szúnyogírtást Nyíregyháza területén. Vetélkedők Mátészalkán, az első segélynyújtás, valamint a csecsemő gondozás területén mérhették össze tudásukat általános és középiskolás fiatalok, valamint felnőttek. ...74%-kal több szabadtéri tűz kapcsán érkezett riasztás a katasztrófavédelemhez 2022-ben Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében, mint egy évvel korábban. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Sok munkát adtak a tűzoltóknak is, a lakástüzek is, de jelentősen nőtt az iparbiztonsággal és a veszélyes anyagok szállításával kapcsolatos ellenőrzések száma is. Ezekről is beszélt 35 perc című műsorunkban Varga Béla, vármegyei katasztrófavédelmi igazgató. Kisfilmet készített a vármegyei igazgatóság a tavalyi év legkomolyabb beavatkozásairól. 2022-ben összesen több mint 6000 jelzés érkezett hozzájuk, és több mint 5000 alkalommal kellett helyszínre vonulniuk. 2500 tűzesetet kellett felszámolniuk, 10%-kal többet, mint 2021-ben. A szabadtéri tűzesetek száma drasztikusan 74%-kal emelkedett. A tavalyi átlag csapadék az a minden alulmúlt, alig volt eső, 5 volt elrendelve hőségriadó, 122 napig volt tűzveszélyességi fokozat elrendelve a megyébe, tehát minden feltétele megvolt annak, hogy akár egy eldobott cigaretta, vagy egy szikra miatt kigyaladjon az avar, akár az erdőben, akár a mezőkön, akár a határban, vagy bárhol a településeken is, és hát ezek jelentősen megnövelték a feladatainknak a számát. Mondom, sokan úgy voltak vele, hogy tudom, hogy nem nagyon lehet égetni, de én tudok rá vigyázni, megcsinálom én kicsibe, aztán abból lett a baj. Továbbra sem lehet égetni. Ott lehet égetni, ha az önkormányzati rendelet ezt szabályozza. Akkor nyilván belterületen csak. Ahol szabályozza, és nyilván, hogy meg van határozva az is, hogy mettől meddig lehet égetni. Egyébként sehol nem lehet égetni. A lakástüzek is komoly munkát adtak a lánglovagoknak 2022-ben, 560 helyszínre kellett vonulniuk. Emellett jelentős figyelmet fordítottak az iparbiztonságra. A vármegyében 5 felső küszöbérték feletti, 16 alsó küszöbérték feletti és 31 alsó küszöbérték alatti gyár működik, amelyek felügyelete szintén a katasztrófavédelemhez tartozik. Emellett a veszélyes anyagokat szállító járműveket is ellenőrizték. 181 közúti ADR ellenőrzést hajtottunk végre, 1702 járművet vizsgáltunk meg, 21 szabálytalanságot tapasztaltunk, és még ezen kívül 43 telephelyre is elmentünk. Ugyanígy a vasúton is, ugyanígy a RID ellenőrzést hajtunk végre, vasúton is ellenőrizzük a veszélyes áruszállítást. 2022-ben érdekes jelenségre lettünk figyelmesek, hogy a veszélyes anyagnak az iránya megváltozott. Nem Ukrajna felől jönnek a veszélyes szállítmányok, hanem Ukrajnába mennek a veszélyes szállítmányok, tehát megfordult az irány. Ott is 45 alkalommal 1150 vasúti kocsit ellenőriztünk, és 46 szabálytalanságot tártunk fel, és ott a sínek mellett lévő veszélyes üzemeknél is 4 alkalommal telephelyi ellenőrzést tartottunk. A megyei igazgatóság hivatásos állományán túl komoly munkát végeztek el az önkéntes tűzoltók is. 40 ilyen egység dolgozik a vármegyében, közülük 6 önálló beavatkozásra is jogosult. Emberre és melegvérűekre nem veszélyes, csak a szúnyoglárvák számára végzetes, ezt mondta Horváth Péter, aki évtizedek óta foglalkozik légi kémiai szúnyogírtással. A Nyírvévé május első hetére időzíti a szúnyoginvázióval szembeni védekezés első nagy gyérítési akcióját, amely során több mint 300 hektár területen igyekeznek megakadályozni a szúnyogok elszaporodását. A nyíregyházi reptéren lobog a szélben a szélzsák, egymás után szállnak le és fel a Piper típusú repülőgépek, csak ez a szúnyogírtásra felszerelt helikopter várakozik még az egyik hangár előtt. A Nyírvévé május 4-ére csütörtök kora reggelre tervezte a szúnyoglárva írtást. Ez egy Vectobac nevű lárvaírtó szerírtó, ez egy baktériumot szórunk ki a természetes vízbe, ami más élő
lényeket nem bántja, hanem egy úgynevezett betegséget, egy bakteriális betegséget okoz a szúnyoglárváknak, és nem tudnak kifejlődni, azaz kirepülni a kelőhelyükről. A helikopter által permetezett baktérium tehát a szakember szerint nem károsítja a környezetet, és sem emberre, sem melegvérűekre nem jelent veszélyt. Horváth Péter azt mondta, a helikoptereknél jelenleg nincs hatékonyabb jármű erre a célra. Több mint 30 éve csináljuk már ezt a feladatot, egy-két év kivételével. Nagyon meghatározza, hogy helyben legyünk, és mi most is ebbe a szélbe kijövünk, várjuk a jó időt, optimális, legoptimálisabb időszakot elcsípjük. Bizonyos vízfoltokat, területeket, víztározókat, kisebb tavakat meg tudunk permetezni helikopterrel, erre a legalkalmasabb eszköz, és földi géppel pedig azokat a területeken végezzük a gérítést, szúnyoglárva gérítést, írtást, ahol pedig jól megközelíthető. A jó megközelíthetőség mellett legalább ennyire fontos az időzítés, hangsúlyozta Horváth Péter, majd hozzátette, a Nyírvévé Nyíregyháza város területén 280 hektáron tervezte légi, 33 hektáron pedig földi úton a szúnyoglárva írtást. Azonban az erős szél miatt egy nappal elhalasztották a felszállást. Sikeresen reméljük, holnap meg tudjuk csinálni időjárás előjelzést, azt mutatja, hogy nem lesz ilyen erős szél, mint ma. De hangsúlyozom, hogy mindig fontos az jó időszakban elvégezni a szúnyoglárva gyérítést. Ez holnap valószínűleg meg fog történni, időjárás előjelzés szerint nem lesz ilyen erős szél, el tudjuk végezni. És az alapszabály, hogy ez 2 hét múlva, 14 napon meg kell ismételni. A szúnyoglárva gyérítést Nyíregyháza olyan kiemelt területein fogják elvégezni, mint a sóstói és bújtosi tavak környezete, a Tokaji úti piac mögötti vizes terület, az Igrice csatorna és a város más mélyen fekvő területei. A szakember úgy véli, amennyiben indokolt lesz, legközelebb 6-8 hét múlva várható hasonló gyérítési akció, ekkor már a szúnyog imágó írtására kerülhet sor. Két megmérettetés rendezett Máté Szalkán, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei szervezete, az első segélynyújtás, valamint a csecsemő és kisdett gondozás területén mérhették össze tudásukat általános és középiskolás fiatalok, valamint felnőttek. A legjobbak az országos döntőben képviselik majd a vármegyét. Számolok. 1, 2, 3. Bogi, Anna, szeretünk a feget. Egy fűrésztelepen történt munkahelyi balesetet szimulálnak a diákok. Ez is az első segélynyújtó verseny része. A Vöröskereszt egy időben két vármegyei vetélkedőt szervezett Máté Szalkán. Az életmentés mellett a csecsemő és kisdett gondozási ismereteikről is számot adtak a fiatalok. 18 csapat indul a első segélynyújtó versenyen. Itt ugye 5 fős csapatok vannak, és ők 9 állomáson fognak számot adni az elméleti és a gyakorlati tudásukról. A csecsemő és kisdetgondozó versenyen 7 csapat indul, és ott pedig 3 fős csapatok vannak. Ott 7 állomáson fognak számot adni a tudásukról, és nem csak gyakorlati, ugyanúgy az első segélynyújtó, mint a csecsemő kis gondozó versenynél is, nem csak ugye ilyen gyakorlati ismereteket kell, egy éles helyzetet szimulálva, hanem van mind a két csapat vagy verseny vonatkozásában vöröskeresztes totó, illetve első segélynyújtó ismeretekről totó az első segélynyújtó csapatoknál, illetve a csecsemők és kisdett gondozó csapatoknál pedig ebben a témában egy totó. Jó, addig kezdjük el a fűrésztést is. Az első segélynyújtásban 3 korcsoportban hirdették meg a versenyt. Az általános és középiskolások mellett itt felnőttek is indulhatnak. A csecsemő és kisdett gondozásban a gyermek és az ifjúsági korcsoport résztvevői versenyeznek. Az elméleti és gyakorlati ismeretek mellett magabiztosságot is ad a fiataloknak az itt megszerzett tudás, de a vetélkedők nem titkolt célja a pályaorientáció is. A felkészülést már hónapokkal az erőpróba előtt megkezdik a diákok. Minden héten a tanárnővel összeültünk, és ilyen játékos módszerekkel, de igazából mindent nagyon komolyan vettünk. Az iskolában voltak ilyen korszerűen felszerelt berendezések, mentős csapatok segítettek minket a felkészülésben, és
garantálta ezt az életben való felkészülést is. A korcsoportok győztesei az országos versenyen képviselik majd a vármegyét. A csecsemő és kisdedgondozás legjobbjai Nyíregyházán, az elsősegélynyújtásban jeleskedők pedig Szolnokon mérhetik össze tudásukat a többi régió nyerteseivel nyár elején. Zöldbe borult a természet, ezzel együtt a madárfiókák is elhagyják fészkeiket. Az erdőt járva így találkozhatunk magányosnak tűnő fiókákkal, amelyek a látszattal ellentétben nem szorulnak segítségre. Igaz ez az egyedül lévő fekvő őzgidákra, nyúl- és mókuskölykökre is. A madárfiókák több mint fele csipog és szaladni tud. Ők nem fészekből kiesett árva fiókák, már maguktól ugráltak ki félfejlett állapotban. A hangjukkal hívják magukhoz az etetőszülőket. A rutintalan fiókáknak azzal tudunk segíteni, hogy nagyobb eséllyel éljék túl ezt az időszakot, ha kézbe fogjuk és egy közeli bokor alá visszük. A fiókák 70-90%-a mindenféleképpen el fog pusztulni. Úgy is, hogy a szülők tanítgatják, megtanítják őket a túlélés alapvető fortéjaira. Ha én hazaviszem, akkor én nem tudom megtanítani, az én esetemben a fiók a túlélése nem 10-30%, hanem nulla. Tehát ez teljesen felesleges, értelmetlen, de ami a lényeg, hogy ezek nem árva fiókák. Ha mégis olyan helyzet alakul ki, leszakad, ugye mikor esnek ki a fiókák a fészekből, amikor baleset jellegű körülmény van, tehát mondjuk van egy nagyon erős szél, egy nagyon erős csapadékhatás, a szél együtt a csapadékkal, megborul a fészek, kigurulnak a fiókák, leszakad a fészek. Ilyen is van, de ez nagyon ritka. Ha mégis segíteni szeretnénk az árvának tűnő fiókának, tegyük be egy klasszikus fonott kosárba, az pedig fejmagasságba, vagy attól is feljebb helyezzük el a bokorban vagy faágon. Ha még nagyobb biztonságot szeretnénk a környező fiókáknak, azt a zöld környezet növelésével és átalakításával érhetjük el. A jelenlegi városi környezetből szinte teljesen hiányzik a bokor és gyepszint, vagyis nincs hova rejtőzni a fiókáknak a ragadozók elől. Mostaninál még több fára lenne szükség a térkő és az aszfalt helyett, illetve be kéne hozni, nem az, hogy visszahozni, mert hogy nem is nagyon volt ilyen. Tehát be kéne hozni a lakott területi zöldfelület kezelésbe a sűrű, nagyobb kiterjedésű bokrosokat, illetve nagyon fontos lenne, hogy kényszeresen ne vágják le a parkokban sem 100%-ig a gyepet. Akkor, hogyha már 3 centit magasságot eléri, akkor már menni kell nyírni. Nagyon fontos lenne, hogy ilyen néhány 10, 40-50 négyzetméteres foltokban egyre több helyen hagyjanak meg kaszálatlan foltokat, ahol a fű, illetve a fűben növekvő látszárú virágok lábszár középig, térdig meg tudnak nőni. Ezek nagyon jó beporzó legelők, méh, lepke, darázslegelők, és ebbe a magas növényzetben, ahol jobb a mikroklíma, jobban tartja egyébként az aszályos időszakban a talajnedvességet is. Tehát itt jobban érzik magukat például a békák, a gyíkok, és ide el tudnak még bokrok hiányába is bújni a fiókák. Magyarország egész területe valamelyik nemzeti parkigazgatóság illetékességi területébe tartozik. Ha a talált madár mégis segítségre szorul, és mi magunk nem tudjuk a talált fiókákat eljuttatni a legközelebbi madármentő állomásra, ami vármegyénkben a Nyíregyházi Állatpark, akkor vegyük fel a kapcsolatot az illetékes nemzeti park természetvédelmi osztályával, vagy közvetlenül a tájvédelmi körzet őrével, ahol megtehetjük a bejelentést. A Petőfi év kapcsán diákok a költőverseit adták elő, majd töltötték fel az online térbe. A legaktívabb intézmények a kárpátaljai Beregdédai és Haranglábi gimnáziumok mellett a nyíregyházi Göllesz Viktor speciális szakiskola, valamint az Encsencs Penészlek Nyírvasvári általános iskola voltak. Az iskolákat képviselő pedagógusok a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár kutató termében vehették át elismeréseiket. Petőfi Sándor! Elmondanám. Megállj, leányka, megállj, virágom, csillagom. Petőfit Szaval a kárpátaljai Beregdédai gimnázium második osztályos tanulója. Ebből az intézményből összesen 7 diák, a szintén kárpátaljai Haranglábi gimnáziumból pedig további 3 tanuló jelentkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár felhívására. Az iskolákat képviselő tanítók a levéltár kutató termében vehettek át elismerést.
Összesen 10 gyerekünk vett részt, a Dédei gimnáziumból 7 gyerek, és a Haranglábi gimnáziumból pedig 3 gyerek. Ők mondtak verseket, tulajdonképpen ez nem megmérettetés volt számunkra, hanem egy ilyen lehetőség arra, hogy megmutassuk azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Iskolában is Petőfi napokat tartunk, és méltóképpen emlékezünk a Petőfi évre. A Vármegyei Levéltár aktív szerepet vállalt a Petőfi 200 programsorozat szervezésében. Az emlékév kapcsán már 2022-ben is részt vettek a Nemzeti Levéltárral közös adatbázis építésében, és egy a reformkori iratokat bemutató tárlatot is rendeztek. A költő születésének 200. évfordulóján idén, január 1-én pedig online programsorozatot hirdettek. A programsorozat egyik eleme a Mindennapra egy Petőfi vers akció, és ez az akció nem csak abban merül ki, hogy megjelenítünk egy verset a Facebook oldalunkon, hanem ha valakinek van kedve szavalni, felveszi és elküldi a videóját, akkor mi ezt közzé tesszük, és most ezt díjazzuk, hogy a diákok, akik a legaktívabbak, a felnőttek egy kicsit bátortalanabbak, de a diákok rendkívül aktívak voltak. Voltak olyan iskolák, ahonnan nagyon sok gyerek jelentkezett, és most a legaktívabb iskolákat és a legaktívabb osztályokat díjazzuk szponzoraink ajándékával. A kárpátaljai intézményeken kívül elismerést vehettek át a nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, valamint az Encsencs Penészlek Nyírvasvári Általános Iskola képviselői is. A támogatók között volt Magyarország Ungvári Főkonzulátusa, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványa, az érintett iskolák önkormányzatai, a Nyíregyházi Állatpark, a Kállai Gyűjtemény, a Rotary Klub és a Tesco is. Jelentős felajánlás érkezett az első nyíregyházi Lions Clubtól is, akik a kárpátaljai iskolákat támogatták. Nagy öröm és megtiszteltetés volt a levéltár vezetőnőjének a felkérése, hogy segítsük ebbe ennek a programnak a megvalósítását, és hát a klub egyöntetően úgy döntött, hogy anyagilag is támogatja azokat a fiatalokat, akik ott Kárpátalján Petőfit szavalva ismertetik meg a világgal a YouTube-on keresztül ezt a munkát, ezt a költészetet, és hát ebbe való részvétel megtiszteltetés számunkra. Külön öröm számunkra, hogy azt a felajánlást, azt az adományt, azt a 100 000 forintot, amit a klub erre szánt, meg tudtuk egy 50 000 forinttal töldani a Bisztulalkusz Kft. Modern Oktatás Stúdiónak a támogatásával, és így 150 000 forinttal tudjuk támogatni a szavaló fiatalokat. A Vármegyei Levéltár Élő Költő című online programsorozata még tart. Július 19-éig várják a Petőfi verseket előadók videóit, emellett a költő régióhoz kapcsolódó tevékenységéről, emlékeiről tartanak majd előadásokat, melyek természetesen utólag is megtekinthetők a Levéltár Facebook, illetve YouTube oldalán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kézilabda Szövetség jóvoltából 40 darab szivacs kézilabdával gazdagodtak a Nyíregyházi Szent Imre alsós diákjai. A sporteszközök segítségével a gyerekek sérülésmentesen ismerkedhetnek meg a kézilabda alapjaival. Fegyelmezetten hallgatják a diákok a testnevelés óra elején a jelentést, majd felbomlik a sor, és a gyerekek maguk szedik ki a zsákokból az ajándékba kapott szivacs kézilabdákat. Az Országos Szövetség célja, hogy már a legkisebbekkel megismertessék a sportágat, a tehetségek pedig ott maradjanak a kézilabda pályákon. Ennek a folyamatnak az első lépése a szivacs kézilabda, a Vármegyei Szövetség pedig a játékhoz szükséges sporteszközök átadásával igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy a Szent Imre is felkerüljön a sporták térképére. Jelen oktatási intézménytől kaptunk egy felkérést, és nagyon szívesen tettünk neki eleget, hiszen abban kértek segítséget, hogy szeretnének a kézilabdát beindítani az iskolában, szerettek volna szivacs kézilabdákat kapni, és mivel az első lépéseknél ott lehetünk, nagyon örültünk, hogy eleget tudtunk neki tenni. 10 évvel ezelőtt volt egy változás egyébként a Magyar Kézilabda Szövetség gondolkodásában, és azt mondta, hogy a teljesítménykényszer helyett egy sokkal élményalapú kézilabdát szeretne adni a gyerekeknek. Ezért 2013-ban elindult a kézilabdázás program az iskolákban, amivel szeretné a Magyar Kézilabda Szövetség az iskolákban egy minőségi kézilabdázást elindítani.
Az intézmény létesítményhelyzete lehetővé teszi azt, hogy a diákok több sportágban is kipróbálják magukat. Az iskola vezetése fontosnak is tartja a rendszeres testmozgásra nevelést. A Szent Imre életében rendkívül fontos a rendszeres testmozgás, és ehhez tartozik a kézilabda, és ahogy a tanórákon is folyamatosan kézilabdáznak a gyerekek, igazán a sport megszeretetése az egyik legfontosabb célunk ezzel a kézilabdával, illetve az, hogy mivel labdasportról van szó, csapatsportról, egy közösség is kialakul, és a közösség formálásnak is óriási ereje van ebben az eseményben, vagy ebben a kézilabdázásban. Az a korosztály, akiket most is láthatunk a háttérben, őket rendkívül könnyű elvenni, hiszen ahogy a tanórákról kijönnek egy testnevelés óra keretében, alig várják már, hogy mozoghassanak. Minél idősebbek, annál nehezebb, hiszen a digitális világ is magukba szippantja ezeket a gyerekeket, tehát onnan egy kicsit már nehezebb, de próbáljuk azért motiválni őket, hogy minél többet töltsenek sporttal. A testnevelés órán a gyerekek az ajándékba kapott szivaslabdák segítségével el is kezdték az ismerkedést a sportág alapjaival. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Jelentősen nőtt a szabadtéri tüzek száma 2022-ben a Vármegyében. 74%-kal több ilyen riasztás érkezett a katasztrófavédelemhez, mint egy évvel korábban. Történt mindez úgy, hogy tűzgyújtási tilalomban érvényben külterületen, mondta a 35 perc című műsorunkban Varga Béla vármegyei katasztrófavédelmi igazgató. Sok munkát adtak a tűzoltóknak a lakástüzek is, de jelentősen nőtt az iparbiztonsággal és a veszélyes anyagok szállításával kapcsolatos ellenőrzés. Száma is. A légi kémiai úton történő szúnyoglárva írtás jelenleg a leghatékonyabb módszer. Ezt mondta Horváth Péter, akinek cége évtizedek óta végzi ezt a tevékenységet Nyíregyháza közigazgatási területén. A NyírVV május első hetére időzíti a szúnyoglárva gyérítést, amelyet akkor a reggeli órákban végeznek el több mint 300 hektár területen. Gyakorlati és elméleti tudás, magabiztosság. Mindezeket megszerezhették az első segélynyújtás, valamint a csecsemő és kisdett gondozás területén versenyző fiatalok. A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete egy időben két megmérettetést szervezett. A vármegyei forduló legjobbjai az országos döntőben képviselik majd térségünket. Május 4-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig pénteken este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken csak néhol zavarják meg gomoly és fátyol felhők a napsütést, gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú légmozgás, csapadékra nem kell számítanunk. Napközben 19 és 22 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk.